Itt a híradó, köszöntöm Önöket! A tűzoltóság napja alkalmából belügyminiszteri és főigazgatói elismerésben részesültek a pápai hivatásos önkormányzati tűzoltóság munkatársai. Az idei esztendőben 10 pápai tűzoltó vehetett át okleveleket, tárgyutalmakat. A 2018-as év pápai tűzoltója Réti Imre törzsőrmester lett, főigazgatói elismerést pedig Bognár Szabolcs zászlós kapott. Összesen 10 pápai tűzoltó munkáját ismerték el helyi, megyei és országos szinten a május 4-i Flórián nap alkalmából. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy a szolgálati feladatai kiemelkedő és hosszantartó teljesítéséért ajándéktárgyat adományozott Bognár Szabolcs Lajos címzetes tűzoltó zászlósnak, a pápai hivatásos tűzoltó parancsnokság szerparancsnokának, akinek nem ez az első ilyen jellegű elismerése. 2000-ben kaptam egy katonai bronzérdemkeresztet, 2015-ben az a megye tűzoltója lettem, és most kaptam ezt az ajándéktárgyat. Az ajándéktárgy egy értékes óra volt, ami mellé oklevél is járt. Bognár Szabolcs 1997. októberre óta tagja a pápai tűzoltóságnak. Vonulósként kezdte, majd gépkocsi vezetőként dolgozott. 2008-ban lett különleges szerkezelő, egy évvel később végezte el a tűzoltó technikusi 10 hónapos képzést. Akkor nevezték ki különleges szerkezelőnek. Ez a beosztás lett a katasztrófavédelem megalakulásakor szerparancsnoki státusszá. A tűzoltóság napja alkalmából Pápaváros önkormányzata az év pápai tűzoltója címet adományozta Réti Imre tűzoltó törzsőrmesternek. A 10. éve vagyok tűzoltó itt Pápának katasztrófavédelem alatt. Vonulós tűzoltóként kezdtem. 2017-ben elvégeztem egy szerparancsnoki képzést is. A képzés után megbízott szerparancsnokként, alkalmanként ezt a beosztást betöltöm. A kitüntetett tűzoltó büszke az elismerésre, és azt mondja, bár a díjat egy ember kapja, a dicséret az egész csapatnak szól. A tűzoltónap alkalmából a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója ajándéktárgyat adományozott még Gyimóti Lajos tűzoltó alezredesnek, Nagy László címzetes tűzoltó törzsőrmesternek, Leymeister Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek és Hegedűs Róbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek. A Pápa és környéke 105 közalapítvány 3 főt részesített elismerésben, Fusz Máté címzetes főtörzsőrmestert, valamint Ódor Gergely és Gócán Attila címzetes tűzoltó törzsőrmestereket. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója az ifjúsági katasztrófavédelmi felkészítéséért emléktárgyat adományozott Németh Péter címzetes tűzoltó törzszászlósnak, a pápai hivatásos tűzoltó parancsnokság szerparancsnokának. Így az idei esztendőben 10 pápai tűzoltó részesült szakmai dicséretben. A Jókai Mórművelődési és Szabadidőközpont 7 kisközössége mutatkozik be a hagyományos évadzáró tárlaton. A színházépület emeleti előterében tárlókban és paravánokon kaptak helyet a csoportok tevékenységét bemutató színes válogatások. A tárlatot Balogni Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatóságának vezetője nyitotta meg. A kiállítás a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat keretében valósult meg. Ez a kezdeményezés a közösségben rejlő értékeket, a közösségi kezdeményezések erejét, a közösségi élmény örömét kívánja láthatóvá tenni. Így a pápai kiállítás tökéletesen illeszkedett a programba. Balogni Uracs Marianna igazgató elmondta, ma globális tendencia az emberi kapcsolatok, a közösségek leépülése. Pedig a lelki egészség megőrzéséhez, a képességek kibontakoztatásához szükség van a személyes kapcsolatokra, kommunikációra, az együttműködésre. Ebben nagy szerepe van a közművelődésnek, de még inkább azoknak a kollégáknak, akik a közösségekkel foglalkoznak a településeken. Minden szempontból, a közösségek kultúra szempontjából az ember a legfontosabb. Az a település, ahol van egy igazi kovászember, aki valódi szakmai alázattal, közösségi szemlélettel dolgozik, együttműködéseket generál, az nem csak az adott közösségeket tudja megsegíteni, hanem az egész településre hatása van. A helyi társadalom fejlődésére, arra, hogy a település élhetőbb legyen, a lakosok, akik ott élnek, oda tartozónak vallják magukat.
Pápát mindig is erős közösségi szellem jellemezte, mondta Balogné Uracs Marianna. Polgári hagyományaink közé tartoztak a reformkortól kezdve a különböző körök és egyletek, melyek jelentős taglétszámmal, aktivitással működtek. Emellett a nagymúltú iskolák kiváló professzorai is ebben a szellemben nevelték a fiatalokat. Ez a közösségi szemlélet, az összetartozás, a mindennapokban megélt erős identitás segítette át városunkat a 20. század második felének nehéz évtizedein is, és erre lehetünk büszkék ma is. Napjainkban a Művelődési Központ egy intézmény tesz azért sokat, hogy megőrizze ezeket a nemes hagyományokat és segítse a nagymúltú közösségeket. Ezek a közösségek mutatkoznak be a most látható kiállításon. A bakancsos természetjárók, az éremgyűjtők, a felnőtt bélyeggyűjtők és a képzőművészek is képviseltetik magukat, de kiállít természetesen a Sámán Makett Klub, a Tűsarok Foltvarró Klub és a Várostörténeti Honismereti Kör. A tárlat június 7-éig tekinthető meg. A Pápai Református Gimnázium és a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum régóta jó kapcsolatot ápol. A határtalanul pályázatokban résztvevő refis osztályok is rendszerint oda kirándulnak, s aztán onnan fogadnak vendégeket. Így volt ez idén is, Marosi Diana szervezte a programot, a pápai diákok március közepén jártak Erdélyben, a kézdivásárhelyiek pedig kedden érkeztek meg városunkba. Hétfőn indult a 40 fős csoport Kézdivásárhelyről, majd Kiskunmajsán megtekintették az 56-os emlékmúzeumot. Pápára kedden érkeztek, tegnap jártak Balatonfüreden és Tihanyban, ma pedig pápai programot szerveztek a vendéglátók, többek közt a Kékfestő Múzeumban jártak. Céhes Városok Kézműves Mesterségek a címe a projektnek, és mi is kint Kézdivásárhelyen a Céltörténeti Múzeumban, illetve Sepsiszentgyörgyön a Néprajzi Múzeumban voltunk, Korondon voltunk, a fazekasoknál, és most itt a kézdi gyerekek pedig itt a Kékfestő Múzeumban töltik a napot velünk együtt, a mi diákjainkkal együtt, és háromféle programban vesznek részt. Mintáznak, pólót mintáznak, nyomozós játékot játszanak szintén a céhek történetével kapcsolatban. S volt tárlatvezetés is. Az erdélyi vendégek örülnek a határtalanul program adta lehetőségeknek, s mint mondták, hálásak Marosi Dia tanárnőnek, aki nagyon jól megszervezte a programot. Örülünk a Pápai Református Kollégiumnak, hogy együtt tudunk dolgozni az itteni tanárokkal. A diákok is nagyon szeretik, tehát nagyon sok barátság születik ezáltal. És a másik meg, hogy vannak olyan diákjaink, akik ennélkül a határtalanul projekt nélkül nem tudnának részt venni. Tehát, hogy vannak olyanok, akik Magyarországnak ezen a részén még sosem jártak. Tehát még például én sem voltam sosem a Balatonon. Kászonyi Tamás is most először jár Magyarországon. Nagyon tetszett neki a mintázás, pólókat készítettek, és mint mondta, barátságok is köttettek, és ez a legfontosabb. Tényleg úgy gondolom, hogy már is jó barátságunk alakult ki, és ezt kell tartani, folytatni is. Megerősíteni a kapcsolatot továbbiakban is. A Kézdivásárhelyi vendégeknek a refisek a Kékfestő Múzeum udvarán főztek. Volt langalló és finom gulyás is. Az erdélyi fiatalok holnap Pannonhalmára és Győrbe látogatnak el, szombaton pedig hazaindulnak Kézdivásárhelyre. A Felvidékre kirándultak április végén az Erkel iskola tanulói a Határtalanul program keretében. A diákok kísérő tanáraikkal a kincses bányavárosokat keresték fel. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A projekt zárását ma tartották, amikor is a kiránduláson részt vett tanulók beszámoltak élményeikről diáktársaiknak. A Határtalanul kirándulások célja, hogy a diákok megismerkedjenek a határon túli magyar lakta területekkel, és kapcsolatba kerüljenek határon túl élő magyar gyerekekkel, fiatalokkal. Az Erkel iskola nem először vett részt Határtalanul kiránduláson. Évek óta részt veszünk mi ebben a programban. Fantasztikus lehetőség adódik a 7. osztályosok számára, hogy a határon túli területekre is kirándulhatnak. Jártunk már Kárpátalján, tavaly volt a csoport Délvidéken, és a mostani 7-esek pedig a Felvidéken voltak. Úgyhogy most a második korában ők készítették a projektzáró rendezvényüket. Valamennyi felső tagozatos diáktársuk, illetve kollégák megnézhetik.
fantasztikusan jók ezek a projekt záró események, ugyanis képzeletben mi is ott járhatunk, és egy kicsit mi is részesei lehetünk ennek a kirándulásnak. Kincses bányavárosok, ez volt az Erkelesek határon túli projektjének címe. Eljutottunk a bányavárosokba, Selmezbánya, Besztercebánya, többek között Körmözbánya, Krasznahorka várához is felmentünk, sajnos nem lehet bemenni a várba, mert még mindig felújítás alatt van, de voltunk a Betléri Andrássy kastélyban, voltunk Rozsnyón, és voltunk Rimaszombatban, a református gimnáziumban, ahol viszont műsorral készültünk, és most ezt fogjuk bemutatni itt az iskolának is. Az Erkeles tanulóknak nagyon tetszett a program. Azt mondták, sok élményt szereztek a Felvidéken. Nekem azt tetszett a legjobb, amikor a Krasznahorka várában voltunk, ott a dombon, ott gyönyörű volt a kilátás. A várba sajnos nem tudtunk bemenni, de ott kívül is szép volt minden, megnéztük az ágyút. A trianoni határokon túl voltunk, és én is azért mentem el, mert egyszerűen nem lett volna rá alkalmam máshogy. Nagyon sok élménnyel lehet visszajönni, nagyon jó volt. A határtalanul kiránduláson az Erkel iskolából 25 hetedikes tanuló vett részt 3 kísérőtanárral. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósították meg. Tegnap délután tartott a hagyományos járási német és angol nyelvi versenyét a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. A pápai és környékbeli iskolákból közel 40 tanuló nevezett be a megmérettetésre. A diákok teljesítményét nyelvtanárokból álló zsűri bírálta el. A német nyelvi versenynek több mint 20 éves hagyománya van a Munkácsiban, az angol versenyt pedig 5. éve tartják meg az iskolában. Az idegen nyelvi versenyen idén 36 diák vett részt, 10 pápai, illetve vidéki általános iskolából. 10 általános iskolából jöttek, a járásból. Összesen 49 tanulóval indult a verseny, volt már egy írásbeli forduló. Az írásbeli forduló legjobbja jutottak tovább a szóbeli fordulóra, ami most van, és most jelenleg 36 tanuló versenyez. A tegnapi versenyt egy saját iskolai írásbeli forduló előzte meg, így a mostani megmérettetésen már a legjobban felkészült diákok vettek részt. A tanulók a Munkácsiban szóbeli forduló mérték összetudásukat. A szóbeli fordulón egy kérdés sort kapnak a gyerekek, tehát gyakorlatilag egy társalgás lesz, meg kell érteni a zsűrit és válaszolni a kérdésekre. Igyekeznek a zsűritagok mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket feltenni, hogy igazságos legyen a döntés. Utána egy képről kell beszélniük. Ez van a német versenyben. Az angol egy kicsivel más, ott témakifejtés van és képleírás. S hogy miért is tartják meg évről évre a német és angol versenyt a Munkácsiban? Fontosnak tartjuk, hogy akik tehetségesek, vagy szeretnének többet tudni, kapjanak lehetőséget. Ez mindig azt jelenti, hogy egy plusz motiváció az idegen nyelv tanulásához. Nyilván ez több időt és több energiát igényel tanulótól, tanártól egyaránt, de mi mindig azt mondjuk, hogy megéri. A gyerekek 2 korcsoportban versenyeztek. Szaktanárokból álló zsűri bírálta el teljesítményüket. A legjobbak oklevelet és könyvutalványt kaptak jutalmul. Híreink után jön az időjárás jelentés. Pénteken a napos időszakok mellett szórványosan, főként északkeleten, keleten és a Dunántúlon készülhetünk záporokra, zivatarokra. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 23 fok között alakulhat, de a záporokat, zivatarokat követően több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, mi várjuk Önöket, viszontlátásra!